Ebben a Szekszárdi utcában három üzletbe is betörtek a fiatalok, kozmetika és lottozó is áldozatul esett. A rendőrök készítették ezeket a fotókat, látszik, hogy volt, ahol egyszerűen befeszítették az ajtót. Innen néhány száz méterre nem sokkal korábban még egy boltba és egy irodába is bejutottak. Végül az utolsó helyszínen a riasztórendszert üzemeltető cég értesítette a rendőröket, akik alig fél órával később már el is kapták a tolvajokat. Rákóczi utcában kettő fiatallal szemben folytattak ellenőrzést. Fiatalok meglepő módon furcsán is szokatlanul viselkedtek, ezért őket elszámoltatták. A két fiatal olyan különösen viselkedett, hogy az még a rendőröket is meglepte. A betöréssel gyanúsított férfiak mindenféle hezitálás nélkül azonnal beismerték, hogy több helyre is betörtek nem sokkal korábban, sőt még azt is elmondták a rendőröknek, hogy egy hatodik bűncselekményt is terveztek. Az eset körülményeit a szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán vizsgálják, és további vizsgálatokat folytatnak annak érdekében is, hogy a fiatalok más bűncselekménnyel összefüggésbe hozhatóak-e. A férfiak egyébként mindössze néhány 10 000 forintnyi értéket tudtak magukkal vinni, ezek között készpénz, sorsjegyek és alkohol is volt.